Közös bemelegítés, egy kis eligazítás, és kezdődhet a verseny. Az Egyesült Államokból indult el az a kezdeményezés, amely sérült és épp fiatalok számára szervezett közös sportrendezvényeket az elfogadás és az érzékenyítés jegyében. A gyulaházi Kozma Pál általános iskola csarnokában 8 vármegyebeli oktatási intézmény mintegy 200 diákja vett részt az Avatar című film tematikájára épített sporteseményen. Hál' Istennek ez a korosztály még nagyon szeret mozogni, és még ugye mostanában már, hogy van az integrált oktatás, ugye az esélyegyenlőség az nagyon fontos, és azért szeretik a gyerekek, és szeretnek is segíteni egymásnak, és ezek meg nagyon izgalmas feladatok, tehát itt olyan dolgokat tapasztalnak meg majd, amit máshol és testnevelés órán nem nagyon van idő, úgyhogy szeretnénk erre kihegyezni ezt az egészet. Lesz majd az egyik feladat részben egy olyan mozzanat, ami az összekapcsolódásról fog szólni, és ez itt nagyon-nagyon hozzá fog járulni majd ehhez az esélyegyenlőség erősítéséhez, hogy a sérültek és az épp gyerekek együtt tudnak menni, mert gyakorlatilag együtt kell teljesíteni a pályát, vagy kicsiknek és nagyoknak, ha iskolán belül szeretnének menni, vagy sérültek és épek együtt. Mint Székely Tibor, a Vármegyei Diásport és Szabadidő Egyesület elnöke elmondta, már évek óta rendeznek hasonló találkozókat, és a gyulaházi sportnap ez évben már második volt a sorban. Június 14-én Petneházán volt egy integrált sportnap, ahol épp és fogyatékos gyermekek együtt mérhették össze tudásukat, mutathatták meg, hogy melyik sportágban mit tudnak. Ezt emellett pedig nagyon fontos volt, hogy ezen a rendezvényen ők együtt tudtak megjelenni, együtt tudtak sportolni, ez építette az ő kis kapcsolatrendszerüket. Ennek a rendezvénynek a sikere vezette a szervezőket arra, hogy mindenféleképpen meg kell ezt ismételni. Erre került sor Gyulaházán a sportközpontban. Itt egy exatlonra emlékeztető akadálypálya került kialakításra, ezen versenyeztek a diákok. Szintén egy olyan 200 tanuló vett részt a rendezőtelepülés és a megyeszékhely mellett Mátészalkáról, Nyírbátorból, Ópáiból jöttek gyerekek. A rendezvény nagyon jó hangulatban telt, minden gyermek megmutathatta ismételten, hogy mit tud, ezt egy éremmel díjazták is a szervezők, illetve a Fogyatékosok Megyei Egyesülete egy variálható létrát ajándékozott minden résztvevő iskolának, ami a jövőben nagy segítséget nyújt majd az ő munkájukhoz. Azt mindenféleképpen szeretném még elmondani, hogy ezeket a rendezvényeket a NEA, a Belügyminisztérium és a Bethlen Gábor Alap támogatja, és tekintettel arra, hogy milyen sikere van, mind a felnőttek, a nevelők, mind a gyermekek részéről tervezzük, hogy lesz még ennek folytatása. Az egyesülethez kapcsolódó hír, hogy sikeresen pályáztak diákolimpiai országos döntő rendezésére. Így január végén Nyíregyháza ad majd otthont az 5.-6. korcsoportos lány és fiú röplabda diákolimpia végjátékának.